vannak olyan szakmacsoportok, ahol kifejezetten már most is megjelenik felülünk az igény, a keresett igény munkavállalók iránt, azonban nagyon nehéz olyan szakképzett munkavállalókat találni, akik készen állnak erre a feladatra. Szakképzett munkaerő utánpótlás fontosságára hívta fel a figyelmet Dávid Ilona, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatója. Ugyanis, mint mondta, a vállalatoknál dolgozó 37 ezer emberből sokan fognak nyugdíjba vonulni a következő időszakban. Ezért is kiemelt jelentőségű a szakképzés fellendítése, amelynek egyik lehetősége a Dunaújvárosi Főiskolával és a Bánki Donát Szakközépiskolával való együttműködés. Ha csak arra várunk, hogy történjen valami, majd találunk képzett munkaerőt, magától ez nem fog megteremtődni, ezért mi üdvözöltük azt, hogy a hazai felső oktatási rendszer és már a középfokú oktatási rendszerben is előkerült a duális szó, a duális képzéseknek a felvétele, hiszen régen is voltak vasutas szakképző iskolák, ahol középfokú végzettséget kaptak a diákok, de alapvető műszaki, vasúti műszaki ismeretekkel rendelkeztek. Partnerségben vagyunk több felsőoktatási intézménnyel is, ahonnan azt szeretnénk, hogy képzett közlekedés több fajtájához értő szakembert kapassunk, viszont ez egy nagyon nehéz folyamat, és ennek interaktívnak kell lenni. Örömmel jelenthetem, hogy Dunaújvárosban ez az interaktivitás megvan, hiszen nagyon sokat tett azért a Dunaújvárosi Főiskola is, és hozzá kapcsolódva most már a Bánki Donát Szakközépiskola is, hogy ebben a programban részt vehessen, csatlakozhassanak. A főiskola és a vállalat közötti együttműködés már évek óta fennáll. A felsőoktatási intézmény rektora szerint azonban most jutottak el arra a szintre, hogy egymásba tudjanak kapaszkodni. Ez az együttműködés közöttünk, amelyik létrejött, elérkezett abban a fázisba, hogy a legfelsőbb szinten tudjuk ezeket az együttműködéseket kezelni, a legfelsőbb szinten tudjuk támogatni. Mint mondta, ez az együttműködés mind a MÁV csoportnak, mind pedig a főiskolának és a Bánki Donát Szakközépiskolának is fontos. Ez egy természetes szövetség, hiszen a MÁV-nak szüksége van jól képzett, szakmailag felkészült szakmai és diplomás utánpótlásra. A bánkinak egy jó lehetőség, azt gondolom, mert összekapaszkodhat egy olyan céggel és egy felsőoktatási intézménnyel, amelyik hosszú távon tud gondolkodni az ő képzési területein, tehát a gépész informatikai területen együtt tudunk működni, és a Dunaújvárosi Főiskolának pedig szinte egy jó lehetőség, hiszen a duális képzésekben egy olyan partnerre tud találni, amelyel nagyon komoly létszámban és nagyon jó minőségben leszünk képesek mind a gépészmérnök, a műszaki menedzser és az anyagmérnök szakon a duális képzéseket indítani. Gondolom, egy iskolának csak jó dolog sülhet ki abból, hogyha egy ilyen nagy vállalattal kapcsolatba kerül. A nemrégiben a főiskola egyik épületébe költöző Bánki Donát Szakközépiskola igazgatója kiemelte, az átalakult képzési profiljuk lényege az volt, hogy olyan képzéseket biztosítsanak a diákok számára, amelyekkel könnyebben tudnak majd elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Megvannak azok az alapszakmák, amelyeket mi szeretnénk már a jövő tanévtől oktatni és meghirdetni a diákok számára, és aztán utána a MÁV-val egyeztetjük azokat az igényeket, amelyek még ezen belül, mármint a szakma oktatásán belül fölmerülhetnek. És az még inkább fontos a számunkra, hogy a MÁV ZRT a gyakorlati oktatást az biztosítja a diákok számára. Ahogyan a találkozón elhangzott, a Vasúti Társaságnak egyaránt szüksége van középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberekre. A hiány szakmák pótlására pedig a két iskolával való együttműködés megoldást jelenthet.